2019-ben hatalmas meglepetés volt az Aki Bújt. Pedig nem volt igazából semmi extra, csak egy több mint korrekt horror vígjáték, amiben Samara Weavingnek fogalmazzunk úgy, hogy kisebb problémája akart újdonsült férje családjával, aztán elkezdett fröcsögni a paradicsom mindenfelé, majd a végén kikötöttünk az utóbbi évek egyik legviccesebb befejező párbeszédénél. Jézus Isten, kitette ezt magával? A film készítői Matt Bettinelli Alpin és Tyler Gillett első filmesként hozták össze ezt az őrületet, majd ezután nem kisebb hőstettet hajtottak végre, mint hogy életet leheltek a Sikoi franchise-ba, és megrendezték az ötödik és hatodik részt, hogy aztán egy évvel később már is egy új lényt szabadítsanak a világra egy balerina vámpír kislányt. Ezzel pedig személy szerint nekem azért van egy kis problémám. Sokat látott apaként, ugyanis tudom, hogy ez az ötlet annyira nem eredeti, hogy nagyon nem. Harriet Mancaster ugyanis már jó ideje írja a vámpír tündérsorozatot, aminek hogy, hogy nem a negyedik részében a kis holdas Hanna balettozni tanul. Jó, hát lehet, hogy ebben a könyvben aztán nem szabadul el a pokol, de az alapötlet minden esetre marhára ismerősnek tűnik. Az Abigail viszont tényleg nem egy gyerekmese, hiszen a rendezők jó szokásához híven itt is legalább annyira képesek a falak hirtelen pirosra átfestődni, mint a legelső filmjükben, szóval nagyjából ugyanott vagyunk, ahol lenni szoktunk, hogyha felbukkannak. Jelenlegi alanyunk tehát egy kislány, aki balettozik, és nem mellesleg vámpír is. Vele akad össze néhány furcsa férfi és nő, akik egy Lambert nevezetű ember hívására verődnek össze, hogy elrabolják a cukinak tűnő gyerkőcöt, majd elvigyék őt egy házba és vigyázzanak rá 24 óráig, amíg a gazdag kifizeti érte a ködben több kilométerről is jól látható mennyiségű váltságdíjat. De hamar kiderül, hogy ami a palacsintában nutellának látszott, az bizony tényleg az, mint amilyen a szaga. A kislányt ugyanis nem kell félteni, inkább félni kell tőle, mert ő bizony megcsócsál mindenkit vacsorára, a rossz arcúak túlélési esélyei pedig finoman szólva is kisebbek, mint egy negyedelt porszem. És nagyjából ennyi? Hiba lenne ennél többet várni ettől a filmtől, az Abigail ráadásul valamiért veszettül számít arra, hogy nem láttad az előzetesét sem. Épp ezért nagyjából a film 40. percéig próbálja elhitetni veled, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez csak egy sima emberrablós thriller, ahol majd bűnözők fognak szép egymásnak esni és megtenni mindent azért, hogy a végén nem minden ki kaphasson részesedést a váltságdíjból. De könyörgöm, mindenki tudja, hogy egy vámpíros filmre ült be. Hát ki fog meglepődni a jó későn érkező nagy fordulaton, amire az egész film marketing kampánya épült? Szó se róla így is jó moka az Abigail, hiszen jó nézni, ahogy ezek a diszfunkcionális rossz arcúak kavarognak egy ódon villában, csak éppen nem érted, hogy miért nem haladunk a vérengzés felé. Aztán persze jó háromnegyed óra után megérkezünk, és akkor tényleg elszabadul a pokol. Ebigél ugyanis innentől dolgozni kezd, és ekkora már meg is tudunk mindent a vacsorának szánt karakterekről, ami pont arra lesz elég, hogy tulajdonképpen ne tud, hogy akkor most kinek is szurka az. A kisvámpírnak, aki egy igazi genya? Vagy a társaság többi tagjának, akik között talán még Melissa Barrera karaktere Joey a viszonylag kedvelhetőbb, annak ellenére is, hogy az ő múltjában is akadt pár olyan tett, ami nem teszi szimpatikussá. Teljesen mindegy, mert a film így is baromi szórakoztató tud lenni, legalábbis akkor, ha az ember nem vár tőle durva horrort, mert az itt csak mutatóba van. Néha-néha bekukucskál egy pillanatra, mert hát a Globus gyár éves ketchup termelése nem fog csak úgy magától szétrobbanni itt ott. Amíg Ebigél játszik az étellel és a csapat rohangál fel és alá, hogy rájöjjön vajon túlélheti-e ezt az egészet, igazából remekül működik minden. De aztán a film utolsó 15 percében érdatlanul túltolja a biciklit és kicsit olyanná válik, mint egy 2000-es évek elejé plázamozis vámpírfilm, ami se nem okos, se nem szórakoztató, inkább csak próbál az ember túl lenni rajta. Nyilván pontosan tudod, hogy ez fog történni a végén és tessék meg is történik, nincs túl nagy meglepetés, csak épp valahogy mintha nem illene ez a nagy végső leszámolás ahhoz, amit addig láttál. Oké, okay, persze, hogy fejezzem be az ember egy ilyen filmet, ha nem valami gigantikus összecsapással, de talán lehetett volna egy olyannal is, ami egy picit kevésbé kínos. De kínosság ide, kellemetlen retroérzés oda, az Abigail így is egy szórakoztató őrület, csak épp többet is ki lehetett volna hozni belőle, ha többet törődnek a végével. Persze tényleg nem akar igazából többnek látszani, mint ami, és egyáltalán nem próbálkozik azzal sem, hogy felejthetetlen legyen. És nem lehet nem szeretni benne azt, hogy tudja, hogy hol van a helye. Ebigél úgy balettozik át rajtad, hogy közben összevérez mindent, de mire hazaérsz, már egy folt sem lesz a ruhádon. Nem hagy maradandó nyomokat, mégis jól tud esni. És tulajdonképpen akár jól is tudna esni újra, ha ezek a csodálatos emberek valahogyan folytatni szeretnék a sztorit. Csak úgy halkan megsúgom, hogy a vámpírtündérnek nagyon sok barátja van a könyvekben is, van még egy kisebb unokatesó is. Ó, oh, egy vampír bébi, vagy egy vampír nyúl! Mondjuk én ezeket is simán nézném. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Köszi!